Bocs, semmi baj, Csabika, ilyenkor még én sem látom. Na jó, srácok, stip-stop fürdőszoba. De nem már, én akartam menni. Igen, az élet, Csabi, én mondtam előbb. És mi van? Te Dani itt alhat, akkor más is. Szia, Csabi vagyok. Szia, Csabika, most nem tudok beszélni. Oké, akkor holnap, Dani. Ma lassan meghúz a szobádba egy lusta kéz. Az elején nem akarsz, mégis visszamész. Vele töltöd a fél napot, lépni kéne. Leszek a minden, várom, hogy írjál, és üzenj, hogy hívjál fel. Szép lesz az este, veled a téren, tudod, majd sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden, és majd ha véged, csak mondjad, hogy holnap Tali. Hallod, azért ne fogadjunk már be mindenkit így. Hogy? Hogy egyszer csak kijön egy szobából. És mit zavar, Danit megszavaztuk, vagy Dani mi? Dani teljesen más. Ő hol itt van, hol nem, és amúgy nem foglalja be egy órára a fürdőszobát. Hát igen, mondjuk azt el lehet mondani, hogy nem nagyon szokott a fürdőszobában lenni, és ez érződik is. Mi bajod van? Tök jó illatom van. Hallod, tök büdös vagy. Most... Zoli meg illatos. Most még egy pont neki. Na, csak nyugodtan beszéltek rólam, én addig felöltözök. Csabival mi szereztük ezt a lakást, jó? Úgyhogy hadd döntsük el mi, hogy ki lakik itt. Jó, hát egyébként Csabi vélemény engem is érdekel, úgyhogy döntsön ő. Kösz a lehetőséget, ugyanis akkor ez már el is dőlt. Vagy eldőlt, vagy nem. Csabi! Most mi van? Nehogy már ne velem legyél! Ki szórakozik velem? You are so bright, just how I like. Baby, you fit the space in me. Na mi a helyzet? Suliba jöttök, vagy még valahol kibéreltek egy szobát? Ne legyél paraszt! Miért? De megütlek. És én is. Mekkora az összhang? Ezt inkább tartogassátok Levire. Aj, Levi. Levi teljesen megbolondult, úgy tesz, mintha megcsaltam volna. Miért nem? Nem, akkor már rég vége volt, és ezt meg is mondtam neki. Csak pont az a baj, ezt nem vette figyelembe. Mi van, ti szórakoztok? Mi a baj? Az a baj, hogy valamelyik hülye írogat. Ki figyel engem? Téged? Mi a fenének figyelne bárki is téged? Ezért. Tudom, hogy hol vásároltál tegnap, tudom, hogy melyik buszra szálltál fel, és tudom, hogy mikor indulsz el otthonról. Vigyázz, mert valaki minden lépésedet figyeli. Ha? Hát ez szép és jó, de ezek miért mi lennénk? Mármint jó, persze, sejtem, hogy kb. Merre vásárolsz, meg miket, de hogy én nem venném a fáradtságot, hogy ezt elküldjem neked, az biztos. Én miért nem tudom, hogy hol vásárolsz? Ő miért tudja? Lilla, hol szoktál vásárolni? Csabi, fejezd be ezt a hülyeséget! Figyelj, ezek 50 tényleg hülyék, de semmi értelme ennek, hogy ők írogatnának. Jó, akkor mégis kiszállt rám, hm? Figyelj, az is lehet, hogy követ valaki. Én nagyon sokat vagyok az utcán, rengeteg para arc van, simán lehet, hogy van valami beteg, nem, aki... Nem, nem kell, hogy beteg legyen, elég, hogyha csak rajong érte. Figyelj, lassan ott tartom, hogy élvezi. Na jó, ez egyáltalán nem vicces, értitek? Ez tök komoly, valaki írogat nekem, ez egyáltalán nem vicces. Szóval, sikerült végre felírni az őszi szünet és az egyáltalán nem megérdemelt tanítási szünetek időpontjait? Eltaj, Miki, nálad nem látok se papír, se tollat.
Hát tudja, tanár úr, én a telefonomba írtam fel. Micsoda hülyeség ez? És ha lemerül vagy kitörlöd, papír sokkal biztonságosabb. És a papír? Ha esetleg elázik, vagy elég. Jó van, Miki. Tanítottam a bátyádat, pont olyan vagy, mint ő. Reméljük, hogy nem úgy végzett, mint ő. Tudja, tanár úr, igyekszem. Tanulok az elődeink hibáiból. Erre van a történelem, nem? Jó van, de nem elég, ha nem követed el ugyanazokat a hibákat, mint ők, hanem új generációtól új erényeket várok. Ne aggódjon, tanár úr, Miki mindig kitalálja a saját új poénjait. Ja, még egy fontos dolog. Új tornatanárotok lesz. Angéla. Igen, nagyon csinos. De vért iszik. Úgyhogy ezt a vigyort felejtsétek el, srácok, egy életre. Csak szóltam. Na, mi a helyzet? Nem tudtad elviselni, hogy most nem te vagy a királylány? Azért jöttél vissza, hogy szekálj? Mert egyáltalán nem érdekelsz. Nem azért jöttem vissza. Nem fogok az utcán sétálgatni, míg nem tudom, ki ez a kukkoló. Igen, és hogy akarsz ellenmegoldást találni? Belenézel a varázsgömbödbe? Képzeld el, hogy nekem vannak barátaim. És csak ennyi tartozik rád, oké? Hú, ez nagyon komolyan hangzik. Járőr. Te most azt hiszed, hogy megbántasz azzal, hogy járőr? Az egy nagyon jó szakma, izgalmas. Jaj, nagyon izgalmas lehet. Tanulsz pár évet, aztán megkergetheted a zsebtolvajokat. És hogyha kergetem, akkor mi van? Legalább lesz kondim, meg izmos leszek. Nem ilyen plötty, mint te. Plötty? Édesem, azt sem tudod, miről beszélsz. Majd nátok már végre abba. Látod, még Hennit is kiborítod? Egyáltalán nem borítom ki. Henninek az a baja, hogy a volt igazgatónője vele demonstrált. Ezt meg honnan tudod? Hallottam. Kihallgattad a telefonbeszélgetésemet? Drágám, ha üvölte picsoksz a telefonba, akkor nem nehéz meghallani. Na jó, akárhogy is, mi nagyon jól el leszünk nélküled. Hát engem 4 férfi fog kényeztetni, szóval ti panaszkodjatok egymástak, meg bilincseljétek meg egymást. Ja, a szobámat senkinek ne adjátok, kinek még visszajön egy pár cuccért. Mi a helyzet? Kis Henrietta innen is kikopott? Technikai okok vannak kiírva. Nyilván történt valami... Micsoda, a csőtörés? Ugyan már. Ebben a kislányban soha nem volt kitartás. Feladta. Srácok, most még elnézem nektek, ha kimentek a kisboltba kajáért, jó? Lehet, hogy ez a büfé most egy ideig nem fog kinyitni. Ilyes vagyok, de azért nem akarom, hogy szegény dömen bajba kerüljön miattunk. Milyen jó kis fiú lettél. Hát ezt nem mondanám. Meg egyébként is lehet itt császkál valahol ez a Levi, úgyhogy most vele sem akarnék találkozni. Mi van, félsz tőle? Félek csak. Nem szeretem, amikor 2,5 méteres arcok fenyegető üzeneteket küldenek nekem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nem. Félni nem félek. Ja, illetve másképp hívod. Nem félek, csak Levi félreérti ezt az egész szituációt. Azért elég jól kijöttök Jászminnal. Az meg másról szól, ők már rég szakítottak, úgyhogy... Jó, most ez nem nekünk kell elmagyarázod, hanem neki. Jó. Úristen, köszönöm, nagyon köszönöm. Csabika, mondtam már, hogy hagyd ezt. Segítettem, ez a dolgom. De jó, de tudod, hogy ott segítettél? Mint egy Isten király. Ó, hogy a francba. Itt az iskolából az a Szitai vagy ki? A Szilai? Igen, az igazgató. Azt írta, hogy ha egy órán belül nem nyit ki a büfé, akkor felmondja a szerződést a fenébe. És nekem 2 óra múlva kezdődik az első ZH-m. Jó, akkor lépek. Csabika, ne menj már most sehová. Pont most kellene egy kis segítség, hogy kitaláljuk, mi legyen. Nem úgy értettem, hanem a büfébe. De hát azt mondtad, nem akarsz kihagyni előadást, meg ilyenek. Igen, tudom, de annyit segítettél, hogy valamivel muszáj meghálálnom, úgyhogy megyek és kinyitok. Ez marha rendes tőled, köszi. Hát akkor én megyek és beülök valahova puskát írni. Jó, oké. Szia! Nyugi már. Hogyha itt jönne, akkor észrevennénk. Ja, csak hogy nem bukunk el. De meg kiengedett. Jó, de Szilei nem, és ő a főnök.
Srácok, annyira éhesek voltunk, hogy muszáj volt kimennünk. Még ne rángasd már jobbra-balra a fél, mint egy kanári. Elég nagy darab vagy. Majd ha jön, akkor felveszed vele a harcot. Miért jön? Mondom, majd, ha jön. Ja? Különben is nem véletlenül, hogy nekem írt és neked nem. Lehet, hogy velem van valami baja. Ja. Jön! Gyert el majd, ha jön. De nem azt, hanem ott jön! Na, utána olvastam, ezt fogjuk tanulni tananyagban is. Az a lényeg, hogy ti megfigyelitek, hogy ki figyel engem. Oké, akkor megyünk utánad, és kicsit lemaradva követünk. Együtt menjünk, vagy külön? Inkább külön. Én meg majd néha átmegyek az út másik oldalára, és ti megfigyelitek, hogy figyele valaki. Nekem világos. Nekem is. Jó, akkor kapjuk el ezt a köcsök kukkolót. Gyerünk! Na jó, én most már tényleg kezdek összekavarodni. Nyugi, én még képbe vagyok. Tényleg? Uh-huh. Na jó, akkor tessék ezeket hova kell. Ide. Mondjuk azért valaki jöhetne segíteni, tényleg. Tehát, hogyha ezt elrontjuk, akkor a pályázatnak annyi, és Szilai meg leharapja a fejét. Hát szóljunk valakinek, hogy segítsen. Flóra? Nem tudom, olyan fura velem ma. Hogy? Nem tudom, kérdezte, hogy mi van velünk. Tudod, amikor itt a kérdéseket töltöttük ki. Igen, és? Én meg megmutattam neki az SMS-eket, hogy nyugodjon meg, semmi baj nincsen. Te megmutattad neki azokat? Jaj, igen. De csak azért, hogy le tudjam rázni. És mit szólt? Nem tudom, olyan rossz kedvű lett. Szervusz, egy csokit kérek. Adom. Te ide jártál? Igen, tetszik emlékezni, én vagyok a Gál Csabi. A Döme tanár úrnak jártam az osztályába. Ja, persze, már emlékszem. Azért érdekes, hogy ebbe a büfébe csupa ismerős dolgozik. Ja, én nem itt dolgozom, hanem csak besegítek. Tetszik tudni, engem felvettek az egyetemre. Gratulálok. Köszönöm. Akkor büfészak. Büfésznak. Nagyon viccesnek tetszik jönni. Büfé. Ha kirőgte magát, esetleg rendelnék. Hát akkor szép napot, kedves Csabi. Köszönöm. Vigyázz, nehogy összefalazd. Á, jó, bocs, inkább segíthetnél. Azzal segítek, hogy elmondom, mire vigyázz. Megfizethetetlen. Hát igen, általában ezt szokták rám mondani. Nehogy már kitört az egyik lábát. Inkább azt mondnak, hogy miért pont ez. Mi az, hogy miért pont ez? Miért pont ez a kedvenced? Nekem? Ki nem állhatom? Most jöhetsz. Miért? Talán nem bírod el, úgy tudom, 100 évig kungfusztál, nem? Tudod, a kungfu az egy puszta kezes sportönvédelem. Nem igazán szoktunk önvédelmi fotelt hordani magunknál. Tök mindegy, a lényeg, hogy vidd fel. De mégis minek, ha nem kell? Azt nem mondtam, hogy nem kell, csak azt mondtam, hogy utálom. Lila viszont imádja. Komolyan ezért? Haj, neked ezt nem kell értened, ez egy ilyen csajos dolog. Na, vidd már fel. Közepes sajtot. De hát mindegyik ugyanolyan. Hogy mindegyik ugyanolyan. Van vékony sajt, van vastag sajt, és a kettő között lévő, az a közepes, az a tökéletes. Jó, oké. Mármint úgy értem, hogy persze, ahogy tetszik kérni. Jó, hogy kinyitott a büfé, azt hittem éhen halok, de úgy látom, te is ilyes voltál. Bálint is ilyes volt, neki is vettem egyet. Ó, az már egy másik szint. Mi? Amikor kaját veszel neki. Én még soha nem vettem Eriknek. Vajon örülne neki? Semmi. Lányok, mi van? Semmi, tényleg. Maga nem valami gyors, nem is okos. Nem csoda, hogy büfés lett. Engem felvettek az egyetemre. Szép egyetem lehet. Sziasztok!
Igen. Vettél nekem is? Persze, megbeszéltünk. Oh, drága. Ki volt az? Én. Én. Igen, te is láttad, de én voltam. Bocsánat. Bocsánat. Gondolja, ennyi elég? És mi lesz az ebédemmel? Hát felszedhetem, ha gondolja, de gondolom nem ez a cél. Jó a humora. Meglátjuk, a többi képessége is ilyen jó-e. Kivel lesz órája? Popovics tanár úrral. Oké. Irány az udvar. Vegye úgy, hogy elkértem. Láttál valakit? Senki olyat, aki feltűnő. Figyelj, nem lehet, hogy egy haver ott szórakozik. Nem tudom, az is lehet, de az akciót semmiképpen nem fújjuk le. Nézd csak! Látom. Gyere, menjünk oda. Laci bácsi? Lillácska. Te mit csinálsz itt? Én csak keresek valakit. Kit? Ő meg kicsoda? Ja, ő egy csoporttársam. Az exem apukája. Tiszteletem. Laci. András. Most akkor folytatjuk az akciót? Nem, most már túl nagy feltűnést keltettünk. Inkább menjünk vissza az egyetemre, hát amíg elérünk pár órát. Elnézést az újságért. Nincs semmi baj. Miért tetszik nevetni? Hát, nem tudod? Fogalmam sincs. Na, mikor lesztek otthon? Úgyis meg kell látogassam Csabit, hozzád is beugrok. Nem tudom, majd ha kiderül, akkor írok egy SMS-t, az jó? Jó, rendben. Jó van, akkor megyünk. Viszlát. Viszlát, bocs. Remek. Nagyon szép. Nem tudtam, hogy ebben az iskolában a diákok beszólnak a tanároknak. Én nem szóltam be. Hát pedig nekem úgy tűnt. Viccelődni van kedved még? Nincs. Megértem. Nekem sincs kedvem, úgyhogy komoly arccal 100 fekvő támad. Mi az? Telefonozgatás? Nem, tanár úr, csak írt nekem valaki, és visszaírtam neki, hogy ne írogasson, már suliba vagyok. Elviszek már török között. Uh-huh. Meg a samponokat, tusfürdőket, hajbalzsamokat. Oké. Okay. Téged egyáltalán nem zavar, hogy nektek nem maradt semmi? Mi? Azt kérdeztem, hogy téged egyáltalán nem zavar, hogy nektek nem maradt semmi? Ja, nem. Pont most beszélem Lilával, hogy hazafele jövet, vegyem meg pár dolgot. Mhm. Na, akkor gondolom jól leleztek nélkülem. Ja, miattunk, ne aggódj. Sziasztok! Levi vagyok. Én most lelépek, de nagy halló mindenkinek. Azoknak is, akik elárultak. Miki, Eri, köszi, hogy bajos voltatok. Bálj neked, köszi, hogy meghaltad a nőmet. Szemetek vagytok. De azért még megkapjátok a magatokét. De a többieknek nagy halló. Levi! Ezért még számolunk. Apádék tudják, hogy ide jöttél? Nem mindegy, az már magának. Szia, te vagyok. Igen, én voltam a rádióban, úgyhogy ha szeretnél valami olyat mondani, amit előtted már 50-en, akkor kérlek, ne tedd. Rádió? Poén, te miről beszélsz, Csabi? Ja, bocsi. Mi van veled? Olyan furcsa vagy.
Már hogy így a szokottnál is furcsában viselkedsz. Tudod, voltam bent a rádióban az unokatesódnál, és hát nem minden sült el úgy, ahogy szerettem volna. De hogy erre jártál, véletlen? Hát egy kicsit sem. Épp a Győző mondta, hogy itt vagy, és hogy nem soká végzel. Be akartál ugrani a büfébe? Nem épp a büfébe, de jól sejtett, hogy egy kicsit szeretnék beugrani valahová. Szóval, meglepődött? Nagyon. Kézzelem, azt gondolta, hogy majd annyira itt akarjuk tartani, hogy jaj, ne menj, kérlek, jaj. Ja, igen. Zoe, nem tudunk meglenni nélküled és a samponjai nélkül. Hát mindegy, akárhogy is gondolta, nem úgy lett, majd jól el lesz fönt a lúzerekkel. Ja, bocs, Soma nem lúzer, nem akartak megbántani. Jaj, nem bántottál meg, mert nem érdekel Soma. Hello, lányok! Jaj, ezt gyorsan tudjuk le. Csókolom! Csókolom! Biztos nem kell? Mert mai nap után nem bírok ránézni egy meleg szendvicsre. Mert? Megvárt egy? Hát nem, csak majdnem, viszont valaki elég durva fenyítést kapott. Nagyon fáj. Nem. Olyan nagy hős vagy. De hogy is. És olyan erős is. Na, az mondjuk igaz. Ugye már nem parázol Levi miatt? Nem. Már nem. Na jó. Nézzünk egymás szemébe és térjünk a lényegre, jó? Igen, hangzik. Oda fogok költözni hozzátok. Mi? De hát ez lehetetlen. Hát nem. Igazából muszáj. De miért? Nincs hol laknom. Aha. Hát jó, figyelj, nálunk most az a helyzet, hogy igazából... Hogy gondolod, hogy máshol is körül kellene néznem? Őszintén? Hát igen. Őszintén megtettem. És? Mit és? Szerinted itt ülnék, hogyha sikerült volna? Rakás barátomat, jó, igazából mindenkit fölhívtam, aki már nem a szüleivel lakik, de sem tudok egyikhez sem menni. Figyelj, nálunk ugyanez a helyzet. Győző mondta, hogy egy nagy lakást béreltek. Majd a fiúk összehúzzák munkat, és akkor nekem itt a saját szoba. De figyelj, nálunk... Csak pár hét. Nálunk tényleg az a helyzet most, hogy... Köztünk meg szerintem az a helyzet, hogy tartozol nekem egy elég nagy szívességgel, úgyhogy most kénytelen vagyok benyújtani a számlát. De nem tudom megoldani. Jó. Akkor kénytelen leszek anyukádnak elmondani, hogy te béreltél fel arra a dologra. És akkor szerintem anyukád elég nagyot csalódik benned. De azt nem csinálhatod. Hát, kemény idő, kemény döntések, Csabikám. Szóval old meg. Jaj, annyira örülök. Olyan boldog vagyok, úgy örülök. Nagyon. Hát örülök, hogy örülni tetszik, de ugye azt tetszik tudni, hogy mi nem jöttünk újra össze Csabival. Ugyan már. Ki beszél itt Csabiról? Miért nem róla beszélünk? Nem, hanem rólad. Rólam? Igen. Vigyázz már! Nem hiszem el. Zoe, mégis mi a francot csináltok? Csak pakolunk. Mit és hova? A cuccainkat hozzánk. Mit jelent az, hogy hozzánk? Mi ez a többes szám? Hát tudjátok, oda költözünk hozzánk Márkkal. Végre nem én fogok náluk lakni, hanem ő fog nálunk. Ugye nagyon jó lesz? Nem, egyáltalán nem jó. Hát így van ez, Lillácska. Az emberek időnként költöznek. Ez most ennél komolyabb. Nem, a komoly az az, ami veled történik. Tudnélik, hogy valaki téged követ? Ezt honnan tetszik tudni? Honnan, hogy tudom. A következő rész tartalmából. Szia! Szia! Sziasztok! Egész nap nem beszéltük, minden oké? Okay? Mhm. Miért nézel ilyen furán? Semmi, csak meglepődtem. Jó, majd akkor később beszélünk. Nekem most dolgom van. Sziasztok! Szia! Na hát.
Csabi vagyok. Szia, Csabika, most nem tudok beszélni. Oké, akkor holnap tali. Ma lassan meghúz a szobádba egy lusta kéz. Az elején nem akarsz, mégis visszamész. Vele töltöd a fél napot, lépni kéne. A szíved az úton, de nem hagy a puszta ész. Ha leépsz, tudod jól, ő majd rád se néz. Pedig érzed, hogy nélküle itt sem érne. Szép ez a reggel, jól meg van festve. Leszek a paplanomba betemetve. Leszek a semmi, leszek a minden. Várom, hogy írjál és üzenj, hogy hívjál fel. Szép lesz az este, veled a téren. Tudod, majd sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd, ha véged, csak mondjad, hogy holnap tali.